in den folgenden Minuten gehört die Bühne den Sax-Buben. Zuerst hören Sie verschiedene Lieder von Laszlo Sax. Er wird begleitet von seinem Sohn Norbert Sax. Kedves vendégeink, Bécs vidám életét szeretnénk megidézni néhány egymásba fűzött dallal, amelyekben szó esik az angyalok szabadságáról, fiatalságról, szerelemről, a Stefánsdom történetéről, a Sramli zene varázsáról, és arról, hogy vajon miért nem kapunk a mennyekben a finom borból. Továbbá a bécsi dalok szépségéről, amelyek szerte foszlatják a gondokat és a kórus hangulatot. Thank you.
Thank you.
Sam Jungs von der Sachsfamilie singen. Noel und Bernhard sehen Sie und hören Sie es auf der Bühne. Thank you.
noch eine Überraschung für Sie. Wir haben hier heute unter den Gästen einen weit angereisten Gast aus Deutschland. Und er wird Ihnen jetzt sich auf der Bühne vorstellen. Liebe Freunde aus Wereschwar, ich bin Alfred Georg. Ich komme aus Deutschland und bin extra angereist heute zu eurer Verabschiedung des Faschings. Aber der Hauptgrund ist, ich bin gekommen, um eure Älteste, die heute hier zum Fasching gekommen ist, sie ist im 91. Jahr, die Anja Sachs, möchte ich beglückwünschen für das gesegnete Alter und dass sie noch so fit ist. Und ich habe ihr aus Deutschland ein paar Pralinen mitgebracht, damit sie die gleiche Frisur Figur kriegt wie ich. Ja, ich bin aber nicht nur gekommen, um zu quatschen. Ich möchte euch ein Ständchen spielen. Als Bootsmann hat man immer dieses kleine Instrument dabei. Die Damen werden denken, es ist eine Haarspanne. Die Männer werden denken, es ist ein Flaschenöffner für Bier. Aber nein, es ist ein Musikinstrument aus dem Jahre 1679. Dieses Musikinstrument ist in Österreich erfunden worden, aber die Ungarn machen das Beste daraus, nämlich die Dorong. Das ist die Maultrommel und die klingt so. Danke, danke für das Applausum. Nun, meine Lieben, ich habe ein kleines Gedicht mitgebracht aus dem deutschen Schwabenlande. Was Schwaben sind von echtem Schlag, die sind nicht unterzukriegen. Trifft die auch Kummer Tag für Tag, ihr froher Mut wird siegen. Es konnte noch viel schlimmer kommen, so feixnerische Schwaben. Was andere Vorspar schwer genommen, dem Haar fühlen sie sich gewachsen. Und schwimmt die letzten Fälle fort, dann schwimmen sie mit und landen dort, wo dir mal ans Ufer treiben, so ist es und so wird es auch bleiben. Für die, die jetzt vielleicht dem Deutschen nicht ganz so mächtig sind, stelle ich jetzt das nächste Instrument vor. Aber diesmal in Ungarisch. A legkisebb hangszer, egy orfogula, eret Németországból 1485 készült az első orfogula. Also diese Nasenflöte wird mit dem Nasenwind geblasen. In der Schnupfenzeit ein sehr schwieriges Unterfangen. Da kann man normalerweise nur die Wassermusik von Händel spülen. Aber ich bin heute schnupfenfrei und spiele euch ein Stück aus der frühen Klassik aus Österreich, nämlich vom Mozart. Dazu muss ich die Nase kurz stimmen. Gut gestimmt ist halb gewonnen. Thank you.
Seid gedankt dem freundlichen Handgeklapper. Nun spiele ich euch, wir haben ja den letzten Tag des Faschings, ein Lied, was zum Fasching passt. Es stammt aus dem 10. April 1954 und war der erste Rock and Roll der Welt. Und dazu brauche ich jetzt einen Rhythmus. Ihr seid gefragt. A one, two, one, two, three, four. Ich habe ja diese Tüten austeilen lassen. Asatschko, Kwana, Kasastana, Vegitek, Asatschko, Föhn, Össeke, Djürni, in Megmotong, Mutata, Moitke, Cinani, Asatschko, Utke, Megfogni, Össe, Djürni, Föhn, Esch, mit Regen, Asischko, Lassünete, Felfuini, Na, Felbana, Fuiva, Sefen, Igen, Aber Moschchen, Farschanghos Fossendos, passend zum Fasching. As Wort Mosch, as Öko-Bio-Feuerwerk. Düse Jacke. Das wir noch sehen, dann bis zum Leiterschwer. Übersack Alfred Georg. Sehr. Yeah.
jöttünk ma itt össze, hogy ne legyünk szalaszét. Add meg, Urunk! Itt a mikrofon. Add meg, Urunk, az örök nyugodalmat elhunyt washingtoni barátunknak, akiért a mai szertartásunkat felajánljuk. Gondolják, ja. Oda tiszik a tűzet, prédikál. Demonstráljunk! Adunk, hogy az M10-es végre álljon, és a sok hatalmas kamion ne a kultúr előtt álljon. Írjunk véget! Írjunk még egyet! Adunk, hogy minden nő 4 gyereket szüljön, ezáltal élete végéig adómentesüljön. Írjunk még egyet! Adunk a 7 személyes autót a nagycsaládosoknak, jó kiegészítése lesz majd itt a csónak. Írjunk még egyet! Írjunk még egyet! Adunk, hogy az Oceannál a KFC álljon, és mindenki ott szabályozza. Adurunk, hogy a rúdon a kolbász mindig csak nőjön, és a boros hordónk soha ki ne ürüljön. Kérünk téged, ígyunk még egyet. Adurunk, hogy minden sváb regisztráljon, a közös ügyből senki, ki ne hátráljon. Ez komoly dolog, félre a viccet. Összetegyük a nemzetiség mellé is kipszet. Kérünk téged, adunk, hogy tovább javuljon a tavak körüli kép, és szorgosan rója köreit a vörösvári nép. Kérünk téged, ígyünk még egyet. Adunk, hogy Szerkán körül ki az ég felé mutasson, és a lenyugvó nap ereje minket, mindig jó formába tartson. Kérünk téged, ne ígyünk már többet. Wir können ohne dich nicht sein.
szomorú, könnyes szemmel állunk itt, kedves Róning forrázó teknője fölött. Csendesedjetek hát el, a telefonokat is tegyétek el. Szegény Tóni minket ma itt hagyott, pedig a kocsmából korán sose távozott. Bánadát sokszor folytotta ő borba, addig sem állt a tízes úton a sorba. Mindig megitta a snapszot 20 óra, így telt el könnyedén a 400 túlóra. Az alkoholmentes sör ellen sokat tüntetett, míg a TV székház ajtajánál elesett. Drága jó férjem, Tóni! Ha tudtam volna, hogy elmér, feltettem volna még egy kérdést. Nem találom a legféltettebb kincsem. A pincekulcs nálad van, vagy nincsen? Na, megvan! Azt mondtad, hogy ások, hogy a forrázó. Amiben volt a tetős helyed. Meg a vízben! Meg a szombon! Meg itt szemben. A temetőben örök lesz a fekhelyed. Ő elment, te meg itt maradt. Te kurta farkú kis malac. Most pedig halljuk őt, ki utoljára hallotta szólni. Állapom, sokat imott, és ilyenkor mindig kellett szomadájára gyújtott. Hapsam már repél, dohab kaszidó, ér krippütszen spot, mit krumpien szíló. Hollária, hollárió, hollária, hollárió. Mefóde. Szóbb, iszú és tiefű vixen, hopp, uerek, festanken, hopp, hein is jessen. Hollaria, hollario, hollaria, hollario. Inwer ich war is Musi, inwer ich war is Tanz, to kräfen die Madel, die Purme per Schwanz. Hollaria, hollario, hollaria, hollario. Szódás, te lélpúj pitti, elfűj ti flóssun, ti már elfűj is. Hollária, hollárió, hollária, hollárió. Hordóból legyen a koporsó megcsinálva. Dúr!
tejből és tésztával legyen a koporsom kicifrázva. Két oldalas szalonna legyen a szemfödele. 366 méteres kolbász legyen a sírba eresztő kötelem. Dominikus Ferko, neked a bor nem jó. Midőn Szent Péter leszállt a földre, így szólt Úristenhez, urunk és királyunk, mit teszünk ma? Szent Péter leszállt a földre, így szólt Úristenhez, urunk és királyunk, mit iszunk ma? Kiveszi a műszemét és ráharap. Majd ismét megszólal. Hallod, serif? Fogadjunk megint 5000-ből, hogy a fülemet is meg tudom harapni. Á, azt nem hinném, de kezdett rá. Fogja a részek, kiveszi a műfogsorát és rácsípheti a fülcipájára. Majd végül harmadszorra is rászemüli. Na figyelj, de most tényleg. Fogadjunk 10000-be, hogy én lepisilem a ruhádat és te nem leszel tőle nedves. Á, az kizárt, hogy ne legyek. Az leáll az alkú, válaszol a serif. Na erre a részeg levizeli a rendőrt, aki ettől csatakugyas lesz. Hát ez nem sikerült, de legalább visszanyertem a 10000-et, amivel ott elvesztettem. Ám ezzel ellenben te nem nyertél semmit sem. Felel egy vigyorgó arccal. Dehogy nem feleli a részeg. Látod ott azt a rengeteg embert a túloldalon a kocsma előtt? Velük fejenként 10000-be fogadtam, hogy lepisilem a rendőrt. Szepi bácsi ígér. Szent Lecke a korintusiaknak Szent Pálhoz írt egyetlen leveléből. Kedves Pál, elég a levelekből. Mindent olvastuk már, és már nagyon unjuk. A többit kérünk, műt a Galatáknak, vagy az Efezusiaknak. Elszárad a kukorica szára, viszik a halottat a más világra. Elviszik egy kis verembe, hadd nyugodjék a békák kertjébe. Ne vigyetek temetőbe, temessetek szőlőhegybe, hogy tudják meg az emberek, így nyugszik egy jó, borigós, sváb faszagyerek.